Amióta jártak nálam Abarth tesztautók, megmondom őszintén, nagy rajongója vagyok. Az egész legendának. Carlo Abarth életművének. És itt a Genfi autószalonon van egy sarok, ahol olyan Abarthok vannak, amitől a szemem kiesett a helyéről. És ezeket most nagyon meg szeretném nektek mutatni. Ugye Carlo Abarthról azt kell tudni, nagyon röviden, hogy egy olyan megszállott volt, aki mindig és mindennel versenyzett, ami a keze ügyébe került, és előszeretettel épített olyan autókat, ugye az a 20. század elején, közepén járunk, amikor is ugye a szegénység és a háború után újjáéledő mobilizáció volt mondjuk a mozgató rugója annak, hogy autókat, ilyen pici autókat gyártsanak, és Carlo Abarth, aki egy versenyző alkat volt, mindig nekiállt az aktuális Fiatokból egy izmosabb változatot csinálni, és mivel ő a Scorpio jegyében született, ezért ezek az autók jellemzően itt is van, Scorpios logóval készülnek, ez az Abarth. És csak hogy nézzétek a méreteit meg, ez a kis jószág, ami az Abarth 500 coupé Zágátó 1957, két hengeres, 479 köbcentis, és mindösszesen 26 lóerős volt. Hát ez az autó az, amit az ember manapság a gyerekeinek venne meg, hogy az utcában elektromos autók itt játszom mellett. Ezek akkora méretű autók, és mégis nézzétek, hogy milyen zseniális, hogy ebből, illetve hát ennek az alapjaiból egy ilyet hozott ki Abarth. És mutatom csak, hogy az arányok meglegyenek, hogy nézd, ez így ekkora. De ez még semmi ahhoz képest, ami most jön. Mutatok nektek itt még azért karosszéria formákat, amelyek olyanok, hogy valóban őrület. Hát ez. De mindjárt átsétálunk oda, és ott mutatok nektek egy rakás versenyautót Carlo Abarth életművéből. Olyanokat, amelyekre ma ránézve, és nézzétek meg akár azt a bírstékereket is, amelyekre ma ránézve a rettegés fogja el az embert. Hogy hogyan lehetett ilyen autókkal versenyezni, és milyen bátrak voltak azok az emberek, akik az 1950-es években, közben nézd, ott megy be a levegő, hogy hűtse a motort hátul, az 1950-es években ilyen autókkal versenyeztek. De először még megmutatok egy-két olyan jószágot, amelyek inkább a túravonalat képviselik, utána jön a versenyszekció, de nézzétek meg ezeket. Milyen elképesztően gyönyörű autók voltak, és ránézést ezek ilyen 1 méter 10 centis autók, nagyságrendileg, magassága. Komolyan, mintha egy kis játék autó lenne. És közben pedig itt van Abarth mester motorja. És ezt gondoljatok bele, hogy egy ilyen autónak, egy ilyen farmotoros, hátsó kerékhajtás autónak milyen menet stabilitása lehetett azokban az időkben, hogy milyen férfi kellett ahhoz, hogy ezt az autót megfogja, ezzel versenyezzen, nincs menet stabilizálható, amikor ilyenekről még javában nem hallottunk, még elektronikára sem nagyon hallottunk, és hogy bepakol egy ilyen motort az Abarth ide a hátsó tengely mögé, ezzel garantáltan olyan gonoszszá teszi az autót, hogy ezt tényleg csak a legnagyobb rodeo sztárok tudják megfogni. Itt töltött vele az üzemanyagot. Hát ez őrület. Hát komolyan mondom, ez még mintha egy mini Aston Martin lenne, és azért mondom, hogy mini, mert ennél egy Aston Martin legalább másfélszer nagyobb. Mert az Abarth arra játszott, hogy ilyen kicsi, apró kis mini autókat csinál, és nem is tudom, hogy ebben hogy fértek el. Hogy fértek el azok a pilóták, akik ezeket hajtották, és aztán még mutatok egy Abarthot. Egy micsoda sarokra akadtunk itt a legvégén ennek a kiállításnak. Hát ez is egyszerűen zseniális, innen ha benézünk. És képzeljétek el azt a helyzetet, amikor ezzel versenyeztek, és ezzel keresztbe mentek, vagy ezzel határon autóztak, és ezek az autók azért bőven tudtak olyan tempóval menni, amivel ha elesel, az nagyon fáj. 1962. 98 lóerős volt ez a 4 hengeres Abarth. 98 lóerő, és ugye, hát én azt gondolom, hogy egy ekkora autóban 98 lóerő egy gonosz hátsó beépítésű motorral, hát minden volt, csak életbiztosítás nem. És aztán jöjjön az igazi hardcore versenyszekció. Átsétálok veletek oda.
Hú, de jó, hogy megtaláltam ezt a zabarcsarkot. Na, oda nézzetek. Gondolhatnánk azt, hogy itt most mindenhol ezek Ferrari-k, de nem. Kedves barátaim, ezek nem Ferrari-k, ezek abartok. És megint szépen menjünk végig. Kívülről is megmutatom. 1963-at írunk. Ez szintén a 98 lóerős. És nézd meg, hát ha ennek az övvonala 80 centinél nagyobb, én megeszem most a kamerámat. Mutatom. És én nem vagyok ilyen vintage autó historikus. Nem ismerem ezeknek az autóknak a múltját, de az biztos, hogy óriási tisztelettel adozom minden olyan embernek, aki egy ilyen autóban nem csak hogy ment, hanem versenyzett is. És az a fordulat számérő milyen furcsán áll. Nyilván oka van, piros mező, oda kerüljön a versenyző szem elé. Ezek az ülések. És ugye hát itt biztonságövet nem nagyon látom, de nézzétek, megyünk tovább, fordulunk tovább. Ez már 105 lóerős volt. És ez a saját kategóriáját úgy látom megnyerte az 500 km-es Nürburgring versenyen 1966. És hogy ezek az övek korhűek-e vagy sem, azt nem tudom, de hát gondoljátok bele, hogy ezt is milyen lehetett vezetni, azzal a váltóval ott, ahó. Atya ég. Hát ezek voltak a hősök az én szememben. Ezek voltak azok az emberek, akik gyakorlatilag tényleg igazi szenvedélyből nyomták. Nyilván két whisky és egy doboz cigaretta után a versenyeket. Nézzétek meg, ilyen szenzációsan gyönyörűek. És itt is, hogy az elfordított fordulatszámérő, hogy a versenyző szem mellett legyen, amikor pirosba fordul ott. És az egész nem más, mint egy guruló vódé, egy műanyag karosszéria forma. És nézd meg ezt! Kezdem szeretni a vintage versenyeket, komolyan mondom. Hát ezek ekkora sztárok, ekkora rock and roll van ezekben az autókban. És ez már pont úgy néz ki, mintha egy modern, akár Ferrari lenne. És ez már 365 lóerős volt maga idejében. 1970-et írunk, ugye 8 henger látszik ott az autó hátuljába beépítve. 3 liter és 365 lóerő egy ilyen karosszériában. Hát ki a hős, ha nem az, aki egy ilyet meglovagol? Pici váltó. Ugye hát ez egy formaversenyautó már. De hát az aeróval itt még annyit nem foglalkoztak. Nincsenek rajta nagy szárnyak, egyedül csak ilyen shark finje van itt. És aztán itt van még egy. Mutatom, hogy a motor hogy van beépítve, milyen alacsonyan. Hősök, mind hősök, akik ilyen autóval bemertek ülni és vezetni merték. 4 hengeres, 1990 köbcet és 260 lóerős versenyautóról beszélünk. És megmutatom nektek még egyszer így telibe. Így néz ki. Ez a kis sarok, ami úgy picit itt elbújik. Itt az összes többi egyébként modern autócsoda mellett és között. Hú, de jó, hogy megtaláltuk. Na most megyek, mert hamarosan indítok egy YouTube streamet, egy live-ot, de hát nyilván ezt már bőven utána nézitek meg, úgyhogy köszönöm, hogy ezt az epizódot is megnéztétek. Lehet, hogy ez a rész, ez a szakasz tetszett most nekem a legjobban, nem is tudom. Köszi, hogy itt voltatok, ha tetszett, iratkozzatok föl, és a feliratkozás mellett van a pici harang, ha bekapcsoljátok, akkor mindig értesítés jön, hogyha csinálok valamit, vagy feltöltök valamit. Köszi, hogy itt voltatok, a sámán búcsúzik. Aloha.